Gyerünk, Gergő! Tatami széléről bíztatták és videózták kollégája szekszárdi rendőrkapitányságon vizsgálóként dolgozó Bogáncs Gergőt. A fiatal rendőr Budapesten a terrorelhárítási központ által szervezett Budó és Küzdősport gálán képviselte Tolna megyét. Harmadszor indultam, így 7 éve mióta felszálltam a rendőrséghez, most indultam harmadszor ezen a TEK Budó és Küzdősport gálán. Egyébként minden évben indulok ilyen BM judo, országos judo versenyen. Ezen a TEK Budó és Küzdősport gálán most először indultam két versenyszámba is. Judóba indultam mínusz 73 kg-ban és grapplingbe mínusz 75 kg-ban. Az országos versenyen a rendvédelmi szervek dolgozói vehettek részt. Gergő a választható 5 szám közül judóban és az ahhoz hasonló grapplingben küzdött. Grappling, amit kell tudni, hogy hasonlít a judóhoz, de mégse ugyanaz, más szabályrendszer van, illetve ez inkább ilyen földharc jellegű. A grapplinggel kezdődtek a versenyek, ott három meccsen volt, ebből kettőt nyertem, egyet veszítettem, és így bronzérmes lettem. Közben pedig ugye ment a judó is, mondjuk, tehát volt olyan, hogy a grappling egyébként végeztem, mentem át a judó szőnyegre, ott pedig 4 meccsen volt, kettőt nyertem és kettőt veszítettem, és ott is bronzérmes lettem. Úgy volt meghirdetve, ugye, hogy először lemegy a grappling földharc, és akkor már csak ilyen 11 délbe kezdődik a judó. Hát sajnos volt egy kis csúszás, mert sok nevezés volt, és így gyakorlatilag egyben ment a 2. A grappling az ugye nekem fárasztóbb, mert ott az 5 perc az gyakorlatilag az végig megy, míg judóban van egy ippon jellegű akció, akkor ott vége a mérkőzésnek. Jó, elfáradtam már ebbe a grapplingbe. Én úgy gondolom, hogyha nem vagyok olyan fáradt, akkor judó a második hely még meg lehetett volna, az első az sajnos nem. A szekszárdi rendőrnek nem ez volt az első versenye. 18 éve judózik, és korábban már országos válogatott kerettag is volt. Jövőre újra elindul a versenyen, addig pedig, amikor a munkája engedi, szekszárdi mestereivel edz, akiknek azt mondja, a mostani eredményt is köszönheti. Én itt judózom, ugye mondtam, 2001 óta körülbelül a szekszárdi Gemenc Judo Klubnál. Ide járok le edzésekre, hogy a munkám engedi. Heti egyszer mindenképp leszoktam menni, hát ha úgy engedi a munka, akkor többször is. Ezúton is szeretném megköszönni a felkészítést edzőimnek, Szepesi Józsefnek és Szepesi Dávidnak. Bogáncs Gergő a TEK versenye óta már újabb sikert is magáénak tudhat. Most hétvégén egy országos versenyen lett 5. helyezett. Gyerünk!